Így a harcnak harcolja a győzelemért, ez a ma este szlogenje. Jó estét kívánok, kedves nézők! Üdvözlöm Önöket a Városi Stadionból. Az Ultrák ezt a feliratot küldték a csapatnak, illetve a játékosoknak. És hát valóban harcolni kell majd a mai napon. Debrecenből is érkeztek szép számmal szurkolók. Ők egy kis tűzi játékkal örvendeztetik meg a két együttest, mert hogy Magyar Kupa mérkőzésen a Tét a legjobb 8 közé jutás, és hát óriási rangadó, mondanom sem kell. A Debrecen-Nyíregyháza párharc, legyen szó bármelyik osztályról, vagy éppen osztálykülönbségről, bajnoki vagy kupameccsről, teljesen mindegy, ez mindig rangadó. És hát ennek megfelelően készültek a csapatok is, és mind a két együttes szeretne javítani az elmúlt hétvégi teljesítményén. A Nyíregyháza döntetlent játszott a Putnokkal, de hát ez gyakorlatilag, már bocsánat, de majd csak, hogy nem vereséggel ért fel. A Debrecen pedig ki is kapott, negyedszer egymás után zsinórban is kongatják a vészharangokat a Lokinál. Azt mondták, hogy ha ma is vereséget szenved a csapat, akkor annak komoly következményei lehetnek. Ráadásul Győrben lépnek majd pályára bajnoki mérkőzésen legközelebb is. Amennyiben mondjuk Győrben is kikap a Debrecen, akkor 12 pont lenne a bajnokságban a hátránya, és az már-már behozhatatlan. Bent középen egy fiatal ember, aki elvégzi majd a kezdő rúgást, éppen Mincér Tibor mellett kocog, Révész Leventének hívják, minden mérkőzésen itt van, és hát Révész Bálinnak, a tulajdonosnak a kisfiáról van szó, de egyébként nem csak ezért van kint a meccseken, hanem azért is, mert egész egyszerűen jól érzi magát. Mondhatnám azt is, hogy olyan kis kabala fiú a csapat házatáján, hiszen több mérkőzésen is szerencsét hozott, és hát most nagy lelkesedéssel megy oda a kezdőkörbe, hogy elvégezze majd a kezdést, a kezdő rúgást. Gyorsan fussunk végig az összeállításokon, és rögtön mondom, van egy meglepetés. Sánta Tibor kezd majd a nyíregyházi a kapujában, miközben Révész Levente elvégzi a kezdőrúgást. Reméljük, hogy szerencsét hoz majd a mai találkozón is. Szóval a kapuban Sánta Tibor, miután Balog János lázas, és nem jött rendbe, úgyhogy Sánta Tibinek kell kezdenie. Nem egyszerű lesz a feladata, hiszen NB2-es bajnokin sem védett az idei szezonban, mert volt egy komoly sérülése és műtéte, most viszont be kell állnia. Ambrus, Mincér, Pákolic, Kovács, Úr, Petneházi, Szilágyi, Benkő, Davidov és Csorva. A nyíregyházi csapatban a másik oldalon pedig Poleksics, Kuti, Ludánszki, Szűcs, Engel, Lukasz, Kisó, Spitzmüller, Janik, Boadla és Szécsi. Kicsit tartalékos a Debrecen is, de ez érthető, mondom, a szombati meccset figyelembe véve. Ráadásul az MTK ellen nem is olyan rég játszottak bajnoki Debrecenben. Úgyhogy emiatt is pihentetik egy picit a játékosok egy részét, például mondjuk Koulibalyt. Vannak viszont így is bőven meghatározó emberek a kispadon, például Szakály Péter, Rezes László, Ferenci János, Dombi Tibor, Albert István és Gál Mátyás még, valamint a cserekapus Szécsi Gergő, a nyíregyháziaknál pedig Rabin Alex, Reznek Donát, Montvai Tibor, Germán Tamás, Farkas Attila, Kristófi Sándor és Simon Attila. Ez tehát Brek János csapata, még a másik oldalon Kondás Elemér a vezető edző, Berger József a játékvezető, Buzás Balázs és Szmetnyik Bence a két asszisztens. Janik az, aki átrafelé teszi a labdát. Itt pedig már Ludánszki. A Debrecen így is esélyes, még ha egy picit tartalékos is, hiszen a magyar bajnokság egyik legjobb csapatáról van szó, és az aktuális magyar bajnokról azért ne feledjük. Játszott itt a Debrecen nem is olyan rég, BL selejtezőket, Európa Liga mérkőzést. Nyíregyháza szerencsét hozott ilyen szempontból, legalábbis egy mérkőzés erejéig a Debrecennek. Például a Borisovval szemben viszont nem, úgyhogy vegyesek az emlékek. Nyíregyháza is játszott Debrecenben a DVSC Deac ellen, tehát az MB2-es kis csapat ellen, és akkor kikapott nem is olyan rég, tehát a Nyíregyházának sincsenek túl jó emlékei a legutóbbi Debrecen meccsel kapcsolatban. Kuti
nagyon kevesen voltak még a találkozó előtt, aztán nem tudom honnan, de 4 perc alatt szép számban érkeztek szurkolók, mind a nyíregyházi ultrákhoz, mind pedig a debreceniekhez. Olyan 3000 néző a Városi Stadionban jelen pillanatban. Janik, őt 2010-ben igazolta a Debrecen, egy alacsony termetű, nagyon jól cselező játékos, hogy rá külön figyelni kell, ez pedig egy hiba, ami rögtön egy lövő helyzettel párosul így. Kuti lőtte csúnyán mellé, elcsúszott ott középen egy nyíregyházi védő. A védelem összeállítása okozta a legnagyobb fejtörést Brek Jánosnak, hiszen a sok sérülés miatt nem nagyon lehetett idén kétszer egymás után pályára küldeni ugyanazt a védősort, és hát ez sajnos látszott a bajnoki teljesítményen is. Viszont most úgy tűnik, hogy megvan talán az a védelem, ami ideális lehet. Pákolic megpróbálja meghúzni a bal oldalon. Kemény becsúszás Ludánszki, jöhet a Nyíregyháza oldalról. Abban nem lesz hiba, hogy harcoljanak a nyíregyházi játékosok. Pákolic tenni át a másik oldalra. Nagyon szeretnének bizonyítani, Kovács Ádám és Mincér Tibor is ezt mondta. Csorba Szabolcs pedig annyit mondott, hogy beállunk, mint a sündisznó, majd rúgják nekem előre a labdát, majd én rúgom a gólokat. Meglátjuk, hogy így lesz-e. Ő egyébként jól ismerheti a debrecenieket, hiszen tavaly még a Debrecen játékosa is volt. Ezért mondom, hogy is, mert a tavaszt már Nyíregyházán töltötte. Aztán úgy tűnt az őszt Debrecenben kezdve, aztán meg itt visszatért Nyíregyházára, nevelő egyesületéhez. Oleksics végezheti el a szabadrúgást. Montenegrói válogatott, érdekesség, pont a magyar csapat ellen debütált a montenegrói válogatottban, mi 2007-ben. Kéz volt, nem veszi viszont észre a játékvezető. Petneházi rúgja ki. Meglátjuk majd, hogy valóban az lesz a taktika, hogy beáll sündisznó állásban Nyíregyháza és kontrázik. Egyelőre nem úgy tűnik, bátran kezdeményez a hazai csapat. Megint egy jó belépő, és aztán egy felszabadítás a Buzárpád. Kuti. Nagyon jó a hangulat, szerencsére szép számmal jöttek szurkolók nyíregyházi részről, és hát tényleg ez most idézi az NB1-es meccsek hangulatát. És hát teljesen mindegy tényleg, hogy bajnokságban hogy szerepel a csapat, persze nem. Mindenki csalódott volt egy picit a legutóbbi forduló után is, de ezzel a meccsel most sok mindent jóvá lehet tenni. Lesz egy visszavágó is sajnos Debrecenben, ezért is mondtam, hogy mindenképp a Debrecen az esélyes. Ha egy meccsen dőlne el, akkor mondhatnám azt, hogy abszolút 50%. Davidov. Jó volt a becsúszás Kutitól. Nyíregyházi dobás tehát. Úr László. 7 fok van egyébként, és hát sajnos a köd kezd leereszkedni. Reméljük, hogy ez majd a mérkőzést, a játékot nem zavarja. A találkozó első szöglete. Petneházi Márk rúghatja. Nagyon jó pontrúgó, nézzük, hogy helyezkednek bent középen a magasabb emberek. Jön a labda. Oleksics elől kifejelik a védők. Petneházi egyből megpróbált a kapura. Jó elgondolás volt. Marad a 0-0, 7. perc legvége. Szűcs indított. Janik. Kuti. Nyíregyházi dobás lesz.
Csánto dobhatja vissza a labdát, közben a szurkolók kezdenek egy kis szópárbajba, és Úr László jöhet majd a szabadrúgással. Cegléden játszik majd még egy bajnokit a Nyíregyháza, azután a mérkőzés után azzal zárul a bajnoki szezon. Csorba Szabolcs, újabb szöglet. 2-0 a szögletarány jelen pillanatban. Ebből is látszik, hogy a Nyíregyháza korán sem áll bevédekezni, hanem nagyon bátran kezd. Petneházi megint a szöglettel. 9. perc. Jól csavarodik. Megint Poleksics nem fért a labdához. Petneházi ezúttal inkább beadja. Kovács. Mincér. Elveszített labda. És ilyenkor nagyon vigyázni kell, hiszen azonnal indult Szécsi Márk elől. Van Janik mellett. Türelmesen, nyugodtan játszik egyelőre a Debrecen, megbecsülik most a labdát. Spitzmüller tovább. Janik. Nem volt kint a labda a jelek szerint. Ez viszont egy hatalmas kapufa. Szécsi volt az, aki a lécet találta el a 10. percben. Buadla. Janik. Janik, Sánta fogja. Mincér. Sánta. Szilágyi, Petneházi. Petneházi szokás szerint visszamegy labdáért, és onnan próbál indítani most is Kovács Ádám felé. Kirúgás. Poleksics jöhet. Játszott és védett a Szíria A-ban, Olaszországban, még pedig a Lecce csapatában, de érdekes, a Juventus a kedvenc együttese, úgyhogy tegnap örülhetett Lukasin Poleksics, hiszen nyert a Juventus 3-0-ra a Chelsea ellen BL meccsen, és hát nagy vágya, hogy mondjuk Buffonnal találkozzon ő a kedvenc kapusa. Érdekes, hogy Buffon a kedvenc kapusa Balogh Jánosnak is, a nyíregyháziak első számú kapusának. Hát meg gondolom, még sok ezer embernek Buffon a kedvence. Kisó. Szépen visszazár a Nyíregyháza, Janik. Húzta vissza. Több mint 160 mérkőzést vezetett már Berger József, nagyon rutinos játékvezetőről van szó. 5 nemzetközi meccs is van a háta mögött, igaz tartalék játékvezető volt, de például EB selejtezőkön és Európa Liga mérkőzéseken is tevékenykedett, szóval rutinos bíró. Szeged ellen vezetett a Nyíregyházának az idei szezonban. Debreceni beadás, ott a kipattanó, ami levágódik, nem sikerült egyelőre tisztázni. Buadla elindul befelé. Janik, nincs les. Megpattanó labda, szöglet. Az első debreceni sarokrúgás. A Nyíregyháza 2 NB1-es csapatot is kiütött már a kupából, a Debrecen a 3., amelyet búcsúztathat a legnagyobb falat eddig. Janik, az Eger és a Kecskemét volt vendég itt a Városi Stadionban, ki ne tudná, de a két csapatot legyőzte a Nyíregyháza. Különösen a Kecskemét ellenes siker volt értékes, az egy izgalmas
mérkőzés volt, de végig irányította a Nyíregyháza a meccset, és végül is maga biztosan nyerte is. Petneházi Márknak az egy nagy meccse volt. Sánta előre. Szabadrugás lesz, Spitzmüller került a földre. Gyors, robbanékony típusú játékos Spitzmüller. Jól cselez és jó a fejjelő készsége. Ezt tartják róla a szakemberek. A legfontosabb célja egyébként, hogy stabil játékos legyen az első csapatban. Sánta. Szilágyinak kell figyelnie. Szécsi ott van mellette. És végül egy biztos megoldás. De így szöglet. Kezdeti nyíregyházi rohamok után most a Debrecen támad többet. 14. perc, most már a 15. kezdődik. Fejelte vissza. Újabb szöglet. Ez Sántáé. Porc műtéte volt. Sipos Tamással együtt feküdtek a kórházban. Jó, másfél-két hónapja már mindennek. Szerencsére felépült Sánta Tibor. Janiktól veszik el a labdát a mieink. Petneházi, remek labda Csorbának. És nézzük, Csorba Szabolcs el tud-e menni a bal oldalon. Elindul befelé. Első csel úgy tűnt, hogy jó. Aztán sikerült szerelniük a debrecenieknek. Boadla. Engel harcolt ki szabadrúgást. Janik kerül megint a földre. Kameruni támadó egyébként Janik. 2014-ig szól a szerződése a Debrecenhez. Szerepelt egyébként a kameruni korosztályos válogatottban többször is. És hát többek között kiharcolta az olimpiai részvételt. De az olimpián nem játszhatott, oda nem kapott meghívót. Lukasz. Davidov öles léptekkel tartja a labdát, és aztán kiharcol egy szabad rúgást. Úr. Csorba tovább. Lukasz előre. Sánta húzza le. Szerencsére semmilyen balhéról, botrányról nem érkezett hír, ami a városban történt volna. Külön busszal jöttek a debreceniek. Fokozott volt a rendőri biztosítás. Tudom, információink szerint nem volt semmi. Kovács Ádámot húzták le a debreceniek, ezért jár a szabadrúgás. Spitzmüller megy oda megkérdezni, hogy ugyan már mi történt. Ő nem látta ilyen súlyosnak az esetet. Jöhet Petneházi Márk. Na, megkínálja-e Polexicet egy távoli bombával. Ő inkább csavarni szeret, egyébként nem izomból lövi meg a labdákat, de lőtt már gólt hasonló távolságból. Még annak idén orosházi színekben például pont a Nyíregyháza ellen. Az is majdnem ugyanilyen messziről volt. Na nézzük. Petneházi szabadrúgása, 18. perc. Jó is! Nem sokkal ment mellé. Nézte Polexics, abból a szögből biztos látszott, hogy mellé megy a labda, de bátor kísérlet.
Alexics előre, Davidov vissza. Úr szerezheti meg a labdát, meg is van, lefújják az esetet. Kuti. Ludanski. Kuti Krisztián megint. Pincér megy ki labdát szerezni. Megvannak az emberek, hogy aztán nehezen bontakozik ki a debreceni támadás. Ludanski. Kuti. Hátrafelé játszanak a vendégek is. Nekik egyébként a döntetlen sem lenne rossz, hiszen jövő héten kedden van a visszamágó Debrecenben. Úgyhogy tulajdonképpen nekik idegenben az X sem rossz. Brekk János pedig azt mondta, hogy az a cél, hogy maradjon esély a visszavágóra, olyan eredményt érjen el ma a csapat. Mondjuk egy minimális győzelem az óriásit lendítene a csapaton és a hangulaton is. Lukasz. Kiszó. Spitzmüller ki a bal oldalra. Ambrusz. Boadla. Janik érkezik, úgyhogy vigyázni kell, viszont Janik csúnyan ellövi. Janik. Szűcs. Kecskeméten szerepelt 2009-ben kölcsönben. Egyébként éppen a műszaki főiskolára jár. Tehát most halasztott. Ha minden igaz, akkor magasépítő lesz. Szűcs István. Benkő. Ő legutóbb a Putnok ellen is jó teljesítmény nyújtott, most is megy előre. Amellett, hogy jól védekezett, azért amikor lehetőség nyílik rá, akkor felzárkózik a támadásokhoz is. Egy jó csel. Pákolic ment el, és kis hián ott volt a lövő helyzet. Kovács és Csaba volt középen. Ludanski. Az első félidő felénél tartunk lassan. Továbbra is Nyíregyháza, Spartakusz, DVSC, te van 0-0. Boadla. Kuti. Szilágyi tisztázott, Pákolic jön hátra. Mincér. És Mincér indulhat. Janik van mögötte, de szemmel láthatóan nem nagyon akarja megtámadni. Csorba indulnak középen, úgyhogy Kovács Ádám, ha be tudja tenni, akár helyzet is lehet. Sikerült a beadás Kovács Ádámtól, de figyeltek a védők. Pillanatra ígéretesebbnek tűnt az az akció. Lukasz. Boadla. Lukasz. Spitzmüller. Majdnem meglepte őt Mincér.
Szécsi. Korosztályos válogatott Szécsi Márk, úgyhogy rá is vigyázni kell. Nem is olyan szintű támadó, mint Koulibaly, de mindenképp látszik, hogy harcos és nagyon kemény, most éppen szabálytalan. Révisz Bálint arcát néztem. Az előző petárda után már mutatta, hogy na, ebből megint bírság lesz. Volt már ilyen, Vasas ellen. Gondolom nem bánná, ha nyer a Nyíregyháza, akkor a büntetést is örömmel kifizeti. Hát Neazi Márk végezhet a újabb szabadrúgást. 24. perc. Petnázi. Bemozdultak a többiek, les lett volna. Első szándékból így nem lehetett elrúgni, második szándéknak már nem volt jó. Davidov. Kiemelt labda úrhoz. Kovács. Na nézzük, merre lesz szabadrúgás. Kovács Ádám mutatja, hogy ő aztán nem feküdt a debreceni játékos alá, de mégis a játékvezető így látta. Vezetett egyébként Berger József NB1-es meccset is a Nyíregyházának. Ha jól emlékszem, 2009-ben volt például egy emlékezetes Győr elleni 3-1-es meccs, ott ő volt a játékvezető. Amire nem szívesen emlékszünk, az a tavalyi balmazújvárosi meccs, amikor 4-0-ra kikapott a Spori, akkor is ő volt a bíró. Meglátjuk, hogy ma melyik arcát mutatja. Egyelőre döntetlen és kifogástalan a játékvezetés. Engel. Janik indulna. Ambrus nagyon szépen lefülelte, Mincér, Petnázi, Davidovnak kicsit hosszú ez a labda, Roadla, Huti, Petnázi vágja ki, Roadla, Roadla kapja vissza, Szilágyi csúszott oda, szabadrúgás befelé. A 27. perc az első félidőben, és ha jól látom, akkor Szelim Buatla készülődik, hogy elvégezze a szabadrúgást. Hattagú sorfal, Buatla, Sánta. Maga biztosan szépen fogja. Csorba. Viszont szabálytalan. Petnázi. Úr. Ez jó lehet még Pákolicnak. Le is csap rá. És Pákolic megpróbálja meghúzni. Na, kié lesz. Kirúgás. Visszapattant ezek szerint Pákolic Dávidra. Kolexics.
Davidov szépen le is veszi, és aztán futtatja Csorbát. Na nézzük! Visszapattan Csorba Szabolcsra. Ludanski. Jó a szerelés Kovács Ádám. Aztán átugrik Ludanski lábán Kovács. Csorba még egyel tovább. Mincér. Petneházi mutatja, tegye neki vissza. Petneházi lövőhelyzet. Petneházi lő! És Plexics! Gyönyörű támadás, és látszott, ahogy kérte a labdát Petneházi Márk Mincértől, hogy ő ugyan most ezt kapura lövi, és bizony nem is volt rossz kísérlet. 29. perc. A meccs egyik legszebb jelenete. És jöhet a harmadik nyíregyházi szöglet. 3-3 egyébként a szöglet arány. Ott a csúsztatás. Benkő robbant be, és nem is sokkal maradt le a labdáról. Davidovot figyelmezteti a játékvezető. Oda piszkált. Polexics. Van egy 4,5 éves kisfia. Ő is szereti a focit. Pákolic. Ez nem volt pontos labda, viszont Mincér megszerezheti. Mincér megszerzi, csak Engelt feltartotta. Guadla. Uti tovább. Kovács. Kovács Ádám. Szépen megy el. Már csak egy ember kellene lehagynia. Kovács elindul befelé. Remek a kiugratás. És nincs büntető. Ezek szerint nem szabálytalankodtak Csorba Szabolcsal szemben. Majdnem jó volt a passz. Veszélyesebb most a Nyíregyháza, Lukasz teszi közben keresztbe. De nem szabad továbbra sem kinyílni, fegyelmezetten vissza kell zárni, ahogy az volt több mérkőzésen is, például a Honvéd 2 ellen ez volt a taktika, és akkor bevált. Kuti. Remek volt a megelőzés Szilágyitól, lefújja a játékvezető. És hát eddig a találkozó első fél órája az abszolút választ ad a nézőknek, a kétkedőknek, hogy tud a Nyíregyháza jobban is futballozni, mint legutóbb a Putnok ellen. Hát majd a téli szünetben Brek János és csapata megfejti talán, hogy mi az oka ennek a kettőségnek. Pákolisz tette hátra, Benkőnek kell figyelnie. Benkő nem kockáztat, azonnal rúgja előre. Szűcs emelte vissza. Szécsit lefejeli Szilágyi, és aztán Petneházi hazabólintja jó 30 méterről. Sánta pedig már rúgja előre Csorba és Kovács közé. Nézzük Kovács Ádámot. A két nyíregyházi támadó a sok mozgással és a futással szemmel láthatóan zavarba hozza azért a debreceni védőket, még ha igazán nagy helyzet nem is volt ebből. De folyamatosan figyelniük kell a debrecenieknek Csorbára és Kovácsra. Petneházi. Úr vissza. Davidov. Úr. Les volt. Kár érte. Csorba Szabolcs éppen már lassan lövő helyzetbe keveredett. Kolexics. Volt már védeni valója. Janik. Boadla. Érkezik Engel. Szécsi fejel, ez Sántáé. Sánta nagyon magabiztos eddig.
Hát ne az. Davidov. Ez most nem volt jó labda. Befelé indult Csorba, a labda meg kifelé jött. Szabad rúgás a Debrecen javára. Szűcs. Janik felé. Benkő jól helyezkedett. Furcsa egyébként, hogy pont a legfiatalabb játékos kapta az egyik legveszélyesebb ellenfelet. Itt Benkő Szabolcs, Benkő Balázsra gondolok és Janikra, az ő párharcukra, de eddig Benkő nyerte a csatát. Mincér, Davidov, nyíregyházi szabadrúgás lesz. Spitzmüller lépett oda szabálytalanul. Tehát Neházi. Nem kapkodja el. Nem lennék meglepve, ha azt is kapura küldené. Csak két tagú sorfal egyelőre vele szemben. Tehát Neházi. 35. perc. Tehát Neházi. Ez most mellé és fölé. Volt már ennél jobb lövési kísérlete is. A villanyfényes meccsek eddig szerencsét hoztak a Sporinnak az ősszel. A Vasast és az Orosházát is legyőzte a Nyíregyháza nagy csatában. Ez a harmadik villanyfényes derbi, de ez az igazi derbi talán. A klasszikus. Hát van még egy másik, a Diósgyőr elleni. Ez egyébként nagyobb múltra tekint vissza, már mint a Debrecen és a Nyíregyháza rivalizálása. Gyakorlatilag már a 30-as, 40-es évektől folyamatosan rivalizál egymással a két város, illetve a két futballklub. Legyen szó bármilyen névről éppen. Újabb szöglet lesz, Janik harcolta ki a negyedik debreceni. Bólintotta ki. Spitzmüller. Nagyon kellett Mincér fejese. Ott volt mögötte Szécsi. Újabb szöglet. Janik érkezik. Sántának kellene jönnie, de hol a kapus? Így aztán bebólintja a debreceni játékos a kapuban a labdát. A gólszerző Ludánszky Bence. 37. perc. Egymásra vártak a védők, illetve Sánta Tibor, és gól lett a vége. És hát ugye van egy visszavágó is, ezért az idegenben lőtt gól. Egyébként is duplán számít. Nagy kár érte, mert abszolút partiban volt a Nyíregyháza, sőt. Azt kell, hogy mondjam, az első félidőben inkább uralta a meccset, mint a Debrecen. Most viszont a Debrecen már kényelmesen játszhat.
vezetnek, és nekik ez bőven elég is. Davidov. A könyökét használta a jelek szerint, szabad rúgás kifelé. Kuti. Petneházi előre, Davidov. Buktatták Davidovot, Lukasz volt az. Rudánszki. Rudánszki jól játszott egyébként. Eddig is, nem csak a gólja miatt. Védelemben is hasznos volt. De hát még egyszer mondom, kár ezért a bekapott gólért, hiszen a Nyíregyháza jobban futballozott, vagy jól futballozott, maradjunk annyiban. És remélhetőleg ez most nem töri meg nagyon a csapatot, bár nem úgy tűnik. Szemmel láthatóan azért megfogta az együttest a bekapott gól. Kuti. Azóta a Debrecennél van a labda. Kuti húzza meg. Ez kirúgás így. 5 perc van átra az első félidőből. 1-0-ra a Debrecen vezet. Jó lenne még az első félidőben egyenlíteni. Pákolic. Szépen tette tovább, Davidovnak kicsit hosszú, de oda pattan Kovács Ádámhoz. Davidov. Spitzmüller húzza, vonja, de Davidov megtartja. Benkő. Benkő még. Engelen akad fent, és ez így kirúgás. Debrecennél is hasonló volt egyébként történet ősszel, mint a Nyíregyházánál, sok volt a sérült. Alig tudott a csapat kétszer ugyanabban az összeállításban pályára lépni, szinte nem is volt ilyen. És hát jöttek is a vereségek, most nem szoktak hozzá a debreceniek a tavalyi szezon után. Kuti. Guadla. Janik tette vissza. Szép volt a kilépés Szilágyitól. Davidov. Mehet. Nyíregyházi dobása kimegy, de nem engedte ki Úr László. Inkább megpróbálta egyből indítani Kovácsot. Csorba mehet. Nincs les. Lépett jól oda. Engel. Janik. Guadla. Spitzmüller. Lukasz kérni a jobb oldalon. Kuti kapja. Lukasz. Janik. Jó a csele. Janik. Szécsi. Vissza a lövésre. Kuti. Mi a beadás?
12 perc van hátra az első fél időből. Sántor. Szécsi szépen vette át. Aztán picit önző volt előtte, ott volt mellette Buadla. Sántor. Mács Ádám majdnem megszerezte a labdát, most viszont Szilágyinak kell figyelnie. Jön Sánta az övé. Bákolic, Petneházi. Csorba, hosszú az indítás. Oleksics. Szécsi bújik ki. Szécsi mellé. Hát Szécsi egyre aktívabb. Szűcs. Jannik elől kifejelte. Benkő, Petneházi. Mincér. Bákolic, hosszú volt a passz. És ebben a másodpercben lefújja Berger József az első fél időt. Nincs is ok hosszabbítása, hiszen nem állt a játék. Egy hajszál pontosan lefújta. A 37. percben Rudánszki szerezte a Debrecen vezetőgólját. Így aztán az állás a szünetben Spartakusz DVSC 0-1. Most rövid szünet, és aztán jövünk vissza. Jön akkor a második félidő. Csere egyik oldalon sincs. Viszont lényegesen hűvösebb most már az idő, mint volt. De remélhetőleg a nyíregyháziakat picit felmelegíti a játék, mármint a nézőkre gondolok. Nem volt egyébként rossz az első félidő, voltak biztató momentumok, helyzet is volt, kapura lövés is volt, és hát sajnos gól is, csak azt a Debrecen szerezte. Janik. Mincér szerelte, de pechére pont ott volt Buadla. Petneházi előre. Egel. Kovács volt szabálytalan. Szécsi fejelte tovább. Benkő előre. Szűcs. Engel. Szépen vette át, csak ezzel ki is ment a labda. Pedig újabb dovás. Pákolic. Csorva. Abból indulunk ki, hogy a bajnokikon a Nyíregyházának mindig a második félidőben megy jobban. Akkor ez tulajdonképpen jó hír is lehet. Les volt. Szabadrúgás kifelé. Pákolic. Petneházi előre, Kuti. Szilágyi. Kovács.
labda lehet még Csorbának. Engem majdnem elvétette. Spitzmüller. Megint lecsaphat rá Pákolic. Neházi szerezte meg egy pillanatra, Spitzmüller, Mincér, jó a győztes. Mincér Tibor megint rengeteg labdát szerez szokás szerint. Petneházi, Csorba lesen. Kolexics. Janik. Guadla. Szűcs. Kovács nagyon harcos és elveszi a labdát. Indulna Csorba mellette. Kovács. Most teszi Csorbához és Csorba lefordul emberéről. Csorba Szabolcs, most a középre gurítás, Polexics is elvétette, meg Pákolic is középen. Ez megint helyzet volt, sőt, egyenlítési lehetőség. Ez pedig szabadrúgás lesz a Debrecen javára. Szilágyi nagyon rutinosan megfogta Szécsit. Második félidő, 5. perc. És kimarad egy nyíregyházi helyzet. Szépen csinálta Kovács is. És utána Csorba is. Ment középen lemaradtak az emberek. Spitzmüller. Szűcs. Szécsi. Játszott egyébként két csapat kupamérkőzést itt Nyíregyházán nem is olyan rég. Akkor a Debrecen 2-0-ra nyert. Csuzsák Balázs szerezte például az egyik gólt, akkor még Debrecenben játszott. Más kérdés, hogy a Nyíregyháza nem panaszkodott, mert utána feljutott az élvonalba. Na, látom, Kuti az, aki lent maradt. Sérülés nem volt az első félidőben. Itt van Mincér Tibor és Csorba Szabolcs beszélik meg ott a kezdőkörben, hogy mit kellene másképp csinálni, hogy mi lehet célra vezető a folytatásban. Kuti. Ebből lehet menni Pákolic. Pákolic, feltartják, és nincs szabad rúgás. Belebonyolódott egy picit a cselekbe. Kereste hát, ha lesz lövő helyzet. Ez viszont egy jó beadás. Olyannyira jó, hogy Csorba Szabolcs rá is dőlhetne, viszont elpattan tőle a labda. Szilágyi fejelte vissza, Davidov fel a levegőbe. Engel. Guadla. Nincs ér vissza. Ez az is gyanú, de mehet tovább. Aztán Engel a földre kerül, Nincs ér belépője nyomán. Szabadrúgás a Debrecennek.
Kovács Ádám elindul. Kovács a 16-oson belül, Kovács még jó a beadás, ott a fejes gól! Pákolisz Dávid egyenlít a második félidő 9. percében. Mondom, a második félidő mindig jobb a Nyíregyházának. És meg is van az egyenlítés. Gyönyörű volt Kovács Ádám beadása. Mutatja a Spari címert az Ultráknak Kovács. Nagyon szeretik egyébként a szurkolók. És hát Pákolisz Dávidnak azt gondolom, hogy volt már jobb ősze, és akkor finoman fogalmaztam. De ez most, ez a gól, ez nagyon jól jön neki is. És hát természetesen a csapatnak is. Ez mindenképp önbizalmat adhat. 1-1 tehát a második félidő 9. percében. Hamar gólt szerez a Nyíregyháza. És Pákolisz megint rástartol erre a labdára is. Nagyon harcos, és bent tartja Pákolisz, de az asszisztens jelzi, hogy kint volt a labda. Hát, innen úgy tűnt, hogy nem ment ki, de hát ő áll vele egy vonalban. Egyébként sem lett belőle tulajdonképpen semmi, de Pákolisz nagyot küzdött, és remekül csúszott be. Abszolút megérdemelt a nyíregyházi gól. A második félidőben tulajdonképpen át sem nagyon jött a félpályán a Debrecen eddig. A Nyíregyháza irányított, és sikerül gólt szerezni. Kíváncsi vagyok, hogy ettől kezdve változik-e mondjuk a Debrecen hozzáállása. Kicsit talán kényelmesek voltak a második félidő elején. Pákolisz. Ez jó labda, és most lendületben a Nyíregyháza. Csorba. Bent középen Kovács kérni. Csorba. Érkezik a beadás. Kicsit hosszú. Mincérnek még jó lehet. Mincér. Teszi vissza. Benkő. Janik húzza, vonja a Benkő is. Játékvezető engedi. Boadla. Remek becsúszás, Ambrusz. Szép volt. Engel. Spitzmüller. Engel. Szűcs. Spitzmüller indul el. Davidov. Szabadrúgás. Szűcs. Engel. Janik. Engel tovább, Boadla. Ez így lassan lövő helyzet. Helyette érkezik egy beadás. Sikerült tisztázni, Benkő volt az. Davidov. És mehet Kovács Ádám, aki nincs lesen. Kovács Ádám zicserben gólt szerezhet. Kovács Ádám, Kovács, és Paleksics fogja meg. Óriási zicser maradt ki a második félidő 12. percében. A Nyíregyháza megfordíthatta volna a meccset. Helyette szöglet. Nem tudom, lesz-e még ekkora helyzet. De egy egészen más találkozó, mint volt az első félidőben. Csak halkan jegyzem meg, és semleges néző, most meg nem mondanám, melyik együttes a magyar bajnok. És melyik szerepel a másodosztályban. Jön a szöglet. Jön Pákolisz, visszafejelt labda, kezezés gyanús, még mindig ott pattog. Repneházi visszalövi, ezt pedig Szűcs vágja ki. Ebből is gólt szerezhetett volna a Spari. Helyette viszont indul a Debrecen. Janik, és jön Sánta, és gyönyörűen, bátran kivetődve megszerzi a labdát. Bravo! Hát az ő önbizalmának is jót tesz például egy ilyen védés. Pontosan azért, mert az egész szezonban nem nagyon védett. Sőt, ősszel egyáltalán nem. A szegény pont egy ilyen meccsen kell beugrania, ez sem könnyű feladat. Mint hogy ez a lövés sem volt veszélytelen, bár fölé ment, de Boadla
labdája veszélyesen csapódott lefelé. Marad az 1-1 a 14. percben, de nyugodtan lehetne már 2-1 a Nyíregyháza javára. Két hatalmas helyzet. Kovács Zicser és utána a szöglet. Sánta előre. Benkő. Maradjunk annyiban, csak halkan jegyzem meg. Egyelőre Kolexis sem a magabiztosságát mutatja. Főleg a beíveléseknél rendre bent ragad. De ez legyen a Debrecen baja. Fogott egy távoli lövést, azért ne feledjük az első félidőben, de zavarba hozható a debreceni védelem. Sánta. És hát láthatjuk a nemzetközi sorozatokban, főleg mondjuk akik nyomon követik az angol kupa mérkőzéseit, hogy a kis csapatok olykor meglepik a nagyot és vitézkednek. A Nyíregyháza is most, mert azért nem egy kis csapat, tegyük hozzá, egyelőre meglepi a Debrecent. Benkő. Mincér. Davidov. Davidov. Lesz-e lövés? Egyelőre nem. Pákolic fejeli oldalra. Pákolic nagyon higgadt lett a rúgott gólja vagy fejel gólja után, és ez sokat számíthat a Sparinak is. Petneházi. Mincér. Davidov. Beszorul a Debrecen. Mincér. Pákolic. Megpróbál lefordulni Pákolic, aztán elindul befelé, cselezget. Még egyet tovább, ez így lövőhelyzet. Petneházi. Szöglet lesz. Hozzáértek. 5-5 a szöglet arány. És fergeteges a hangulat továbbra is. Gondolom hallják oda az önök is. És hát jellemző a Debrecenre is, hogy kettőt is cserél majd Kondás ellenér. Rezes, és ha jól látom, Szakály, aki érkezik majd a szöglet után. Utolsó pillanatban ki tudják még kotorni, és Polexics fölé üti. Újabb nagy helyzet. 16. perc. Egymás után nyíregyházi helyzetek. De jó lenne egy gólt szerezni most már ezekből, hiszen megvannak a lehetőségek. Petneházi szöglete. 17. perc a második félidőben. Ez is jól kanyarodik, ott a helyzet, és elpattan Pákolic lábáról. Polexics előre. Úr. Most a kettős csere. Szakály és Rezes tehát. Két meghatározó ember. Boadla az egyik. Helyette érkezik Szakály. És ebből is látszik, hogy Boadla nem kapkodja el, hogy lejöjjön a pályáról, hogy ez az 1-1, ez kinek jó, és jelen pillanatban kinek hízelgő. A másik csere pedig Janik helyett Rezes. Rezes többszörös utánpótlás, válogatott labdarúgó. 2010-11-ben a Vasasban szerepelt kölcsönben, onnan tért vissza Debrecenbe. Szakályt pedig ugye nem kell bemutatni. Ő egyébként normál esetben a Debrecen csapat kapitánya is egyben. Most is, ha jól látom, megkapta a karszalagot, így is van. Spitzmüllertől. A 19. perc a második félidőben. Szűcs.
Engel. Spitzmüller. Hiszen hátra kerül Ludanskyhoz. Szakály. Szakály. Davidov lépett oda. Érdekes, a cserék után azonnal támadásba lendül a Debrecen. Szakály. Pontos a labdája. Suhan. Rezes beadása a kapu előtt. Szakály. Cserél majd Brek János is. Látjuk, hogy ki helyett. És ki érkezik majd. Ha jól látom, Reznek Donát lesz, aki beáll. Tehát egy mozgékony középpályás. Elképzelhető, hogy Milan Davidov helyére, aki picit fáradtabbnak tűnik talán. Most éppen Davidov lép oda, viszont tovább kerül Szakályhoz. Szakály lőgól. 1-2. Szakály beáll, és azonnal gólt lő a második fél idő 20. percében. És ezért nagy kár, hogy nem mentek be a helyzetek, az ígyszerek. Mert jön Szakály, és azonnal egy pontos lövéssel, ami a nagy erőssége. Megint gólszerezés előnyben a Debrecen. Egy kettő tehát. Közben Müller jön ki tanácsért. Hát tudtuk, hogy nem a legerősebb sorral állt fel a Debrecen a kezdőben, de a második félidőben volt jó 20 perc, amíg úgy tűnt, hogy a Nyíregyháza ennél a vegyes Debrecennél erősebb. Davidov. Látjuk, hogy most így lesz egy csere. Az pariban. Pákolic. Davidov. Mincer. Pákolic. Ambrus. Mincer. Elindul befelé. Mincer. Észreveszi Davidovot, aki tisztán van. Úr. Lapos a beadás. Aki megy szöglet, de nem megy ki, Kuti bent tartja. Pákolic. Pákolic indul el befelé, aztán eladott labda, és ebből így Ludanskyi indulhat. Szakály. És Ludanskyi olyannyira elindult, hogy elől is marad. Mincer. Csorba. Benkő már előrébb járt, labda a háta mögé érkezett. És jön majd Germán Tamás is a Nyíregyházába. Mincér. Nyíregyházi dobás. Most a csere. Jön tehát Reznek Donát. Milan Davidov helyett, ahogy azt meg lehetett jósolni. És Germán Tamás is jön. Petneházi Márk helyett Germán Tamás a folytatásban. A pályát elhagyja Petneházi Márk, és helyére érkezik. Elég csalódottnak tűnik Petneházi, amiért lecserélték. Viszont 2 perc van hátra a meccsből. 2-1-re a Debrecen vezet. Mincér.
hárman a nyakán, de így is pontosan teszi Reznekhez. Spitzmüller. Germánról pattant ki. Aztán a Debreceniek jöhetnek oldalról. Lukasz nagy szóló, és kiharcol egy szabad rúgást. Továbbra is jól vezet egyébként Berger József, úgy, hogy egyébként nem kellett még sárga lapot adnia a találkozón. Veszélyes helyről debreceni szabadrúgás. Nem valószínű, hogy Lukasz kapura küldi, inkább beadás lesz belőle. Ágy ível és ott a fejes mellé, Kuti. 26. perc a második félidőben. Szakály. Nagyon intelligens játékos egyébként Szakály Péter, nem csak a játéka, hanem maga az ember is kimondottan művelt. Volt szerencsém már beszélni vele még a Bajnokok Ligája mérkőzés kapcsán, amikor Nyíregyházán jártak, és képen van a világ dolgait illetően. Csorba. Szakály indít. Rezes. Kemény belépő. Uha, és Pákolisz nagyon fogja a lábát, ott ahogy összeütköztek Lukasszal, de szerencsére nincs komolyabb gond. Egyelőre várni kell, mert Pákolisz Dávid köti be a cipőfűzőjét. Kesztyüket is le kellett venni. Sánta. Ez jó lehet Csorba Szabolcsnak még. Kovács Ádám is ott volt kiugrásra készen. Ez viszont így veszélyes, Ambrusznak kell tisztáznia. Sánta. Ezt a Sami biztos nem fogja meg. Nehogy hazaadásnak ítéljék. Spitzmüller. Szakály.
éjszakán indít. Tákolic, Ambrus. Most a Debrecen irányítja a meccset ezekben a percekben. Szemmel láthatóan a csere meghozta a hatását a Debrecennél. A kapott gól pedig megint sokkolta a Nyíregyházát sajnos. Pont akkor, amikor Nyíregyháza volt fölényben és dolgozott ki helyzeteket. Veszélyes beadás. Sánta ütötte ki szépen, és eznek indulna. Germán hátra. Menkő higgadtan merre veszi. Csorba meg tudja szerezni a labdát. Nem sikerült. Szakály. Uha. Resz. Jó. Rezes volt. Lesen. Rezes sokan egyébként évekkel ezelőtt az egyik legnagyobb tehetségnek tartották. Mondjuk annak tartják még ma is. Szerepelt már Kecskeméten 2007-2008-ban. Említettem, hogy Vasasban játszott 2010-11-ben. Sokat várnak tőle a debreceni szurkolók. Rezes. Szakály. Spitzmüllertől elpattan, vagy nem lecsapott rá Reznek. Rezes. Szép belépő Ambrustól, nagyon jól helyezkedett. Ez pedig nem les, viszont hosszú a labda Csorba Szabolcsnak. Tizenöt perc van hátra a mérkőzésből. Eltelt a második félidő első 30 perce, beléptünk a találkozó utolsó negyedórájában. 75 perc játék után 2-re vett a Debrecen, de meg voltak a helyzeteink. Szurkolóinkon kívülta belejön meg az egyenlítés. Hajrá Nyíregyháza, hajrá Spori! Rezes. Engel. Szép becsúszás, Csorba. Kovács, le is fordul róla. Kovács Ádám, így született a gól. Kovács vissza, és Csorba nem tudta bepasszolni a kapuval. Szöglet lesz, beleléptek. 7-5 a szöglet aránya Nyíregyháza javára. A 32. perc a második félidőben. Kovács Ádám szöglete. Benkő megszerzi, nagyon határozott, jól futballozik Benkő Balázs. Mincér. Uha, vigyázni ott. Jó a passz. Reznek. Reznek. Megpróbálta előni. Nem volt igazán erős. Oleksics fogta. Mincér megszerzi, Benkő. Reznek. Rárugja a debreceni játékos Spitzmüllerre. Ott hat Benkő. Csorba próbál lefordulni. Engel. Csorba nagyon erőszakos, és meg is szerzi a labdát. Bravo. Csorba. Érkezik a beadás, ott a lövés. Germán próbálkozott.
34. perc a második félidőben. Megint megélénkül a Nyíregyháza. Ennyi idő kellett. Jó, 10-13 perc a bekapott gól után. Mincér. Ez jónak tűnik ez az indítás. Engel viszont jól helyezkedett. Benkő. Csorba. És milyen érdekes, éppen említettem Poleksicset, hogy nem volt túl magabiztos, azért ne feledjük. Volt két perc, amikor óriásiakat védett, egyrészt Kovács Zicserét, utána pedig a szögletnél a felső léc alól ütötte ki a labdát. Ápolni kell, majd bent középen megsérült egy debreceni játékos. Ezért áll a játék. Kedden rendezik egyébként a visszavágó Debrecenben. Terveink szerint azt a mérkőzést is közvetítjük majd önöknek. De egyébként, ha jól tudom, a Sport TV is úgy tervezi, ha ez a mérkőzés szoros, akkor képernyőre tűzi a visszavágót is, meglátjuk majd, mi lesz a döntés. Gál Mátyás érkezik majd a Debrecenbe, rövidesen csereként. Sérülés miatt a harmadik cserét is ki kell használni a Debrecennek, a pályát elhagyta. Szűcs helyett érkezik Gál Mátyás, és úgy tűnik, hogy megsérült Szűcs István. Ő volt az, akit ápoltak. És nem is tudja folytatni Szűcs a jelek szerint. Engel. Az, aki megtapsolja közben a nyíregyházi publikumot, de mi nézzük inkább Csorbát, aki kiharcol egy szögletet. A 8. nyíregyházi szöglet, Kovács Ádám. Jónak tűnik. Szél érkezett, és elmegy mellett Terezes. Szakály. Lukasz. Szécsi. Gál. Szakály. Perc kezdődik a második félidőben. Benkő fejeli ki. Csorba. Reznek. Oda csúszik. Gál. Szakály. Les. Rezes volt előrébb. Sánta. Germáról megy ki, aztán kirúgás. Kovács Ádám. Nem sikerült most Engel mellett elmenni, és aztán Kovács kiharcol egy bedobást.
Menkő. Pákolic. Újabb szöglet. Pákolic szépen kiharcolta. Nem voltak veszélytelenek eddig a szögletek, úgyhogy ebben most lehet bízni. Kovács. Ez szabad rúgás, kifelé jogos. Van átra a meccsből. Továbbra is 2-1-es debreceni vezetés. Szakály. Engel. Gál. Budánszki. Úr. Reznek. Visszateszi. Szakály. Engel. A két közönség is most inkább egymással van elfoglalva, mint sem a játékkal. Pálya közepén passzolgatnak a játékosok, hol az egyik fél, hol a másik, de most a kapuk nem forognak veszélyben. Ambrusz. Penkő. Zavarba hozták Spitzmüllert. Mincér. Csorba. Benkő. Csorba beadása. Nincs büntető. Reznek esett nagyot. Ez viszont jó, Mincér szerzi meg a labdát. Mincér a 16-oson belül, Csorba, lövőhelyzet, ott a gól! 2-2! Mégpedig egy öngól, de nagyon megérdemelte a Nyíregyháza. Csorba gyakorlatilag fejbe lőtte a védőt, és a második félidő 42. percében egyenlít a Spari. Lehet, hogy nem ment volna be egyébként Csorba lövése, de Kutiról pattant be, és így 2-2. Na hát teljesül az óhaja Brek Jánosnak, amikor azt mondta, hogy olyan eredményt szeretne elérni, hogy nyitott maradjon a visszavágó. Így abszolút nyitott. Nem mondom azt, hogy előnyben a Nyíregyháza, mert ha a visszavágó 0-0 a Debrecen jut tovább idegenben lőtt gólokkal, de kit érdekel, amikor a magyar bajnok ellen áll X-re a Nyíregyháza. És hát említettem, hogy Nyíregyháza talán most nincs olyan formában, mint ahogy azt vártuk. És hát átmenetileg most épp az NB2-ben szerepel. De lehet, hogy csak fél évig. És utána jövőre akár bajnoki mérkőzéseken is találkozhat majd a két csapat. Mert hogy persze a szurkolók részéről vannak kritikák a bajnoki szereplést illetően, de hát folyamatosan azon dolgozik a klubvezetés, hogy úgy megerősítse ezt a keretet, és úgy alakuljon majd a téli szünet, hogy harcban legyen a Spari a feljutásért. 2 perc van hátra a meccsből. 2-2.
és lehet indulni, Kovács Ádám menne, de ez les így. Igen, picit elvitte a hév Kovács Ádámot, valóban lesen volt. Mutatta Pákolicnak, hogy hová kéri, Pákó pedig szófogadó fiú azonnal passzolt is, csak Kovács Ádám egy kicsit előrébb volt. Ambrusnak kellene tisztáznia, és meg is oldja Rezessel szemben egyelőre, most Mincér veszi át. Mincérnek nagyon nagy része volt a második gólban is, meg abban is, hogy úgy alakult az eredmény, ahogy rengeteget dolgozott ma is. És Kovács Ádám mehet. Kovács Ádámot ismerve pedig menni fog. Mennyivel gyorsabb, mint Spitzmüller. És megszerzi a labdát Kovács. Kovács Ádám a 16-oson belül picit tovább csúszik. Csorba lövi el, szöglet. Hát az igazi, az lenne, ha a végén még találna egy gólt a Nyíregyháza. Ó, mekkora slusszpoén lenne. Csendben a debreceni szurkolók, talpon a nyíregyháziak. 90. perc a találkozón. Kovács Ádám szöglete. Ott a csúsztatás. Gól! Kérem szépen, Benkő Balázs góljával vezet a Nyíregyháza a 90. percben. Hát ez csoda! Ez valami csoda, ami itt történik. És Benkő Balázs, aki eddig is a Spari egyik legjobbja volt, a legjobbkor érkezik. Megfordítja a meccset a Nyíregyháza, és az év meccsét játsza a Városi Stadionban, pedig volt itt BL selejtező, volt itt minden az idei szezonban. Láthattunk izgalmas meccseket, de azt nem láthattuk, hogy a magyar bajnok kikap. És tegyük hozzá, Kovács Ádám, amit sprintelt, és ahogy kiharcolta ezt a szögletet, az megint fantasztikus volt. Szegény alig kap levegőt, alig bír visszaérni a felező vonalhoz, akkorát futott, megérte, és megvan a slusszpoén. Hát azt gondolom, erre csak a legmerészebb nyíregyházi szurkolók számítottak, vagy ebben csak ők reménykedtek. Most már ki kell húzni a hosszabbítást. Mincér csúszott oda, engedi tovább a játékvezető. Megmondom őszintén, nem láttam, mennyi lesz a ráadás. Nem szabad már itt gólt kapni. Valahogy ki kell onnan rúgni. Gyerünk Tibi, megvan Sánta Tibor. Pont erről beszélgettünk, hogy vajon benne volt-e a gólban az első félidőben, vagy sem. Felejtsük el, hogy benne volt, vagy sem. Maga biztosan védett, és nyer a csapat, ez a lényeg. Egyébként ott az teljes védelem hibáztatható, tehát egy ember semmiképp ne emeljünk ki. De hát tényleg még egyszer mondom, kit érdekel az a bekapott gól, ha nyer ma a Nyíregyháza. Márpedig nyerésre áll, akkor, amikor már a hosszabbítás végénél járunk. És Benkő Balázs, ez a fiatalember, aki éppen, hogy bejátsza magát a csapatba, míg NB2-es mérkőzéseken is alig-alig játszott, de pályán volt például a Kecskemét elleni kupasikernél is, élete gólját szerezheti. Montvai Tibor érkezik közben Kovács Ádám helyett. A meccs egyik legjobbja volt Kovács Ádám, hanem a legjobbja. Engedjék meg, hogy ne emeljek most ki senkit, mert ez tipikusan egy olyan meccs, amit a csapat nyer meg, és ebben a pillanatban ez már tény. 3-2 legyőzi a Nyíregyháza a Debrecent. Én magam nem is nagyon emlékszem, hogy utoljára ilyen mikor fordult elő, így hirtelen az őzeírából a 98-99-es szezon talán, amikor 4-2-re nyertünk, az volt hasonló siker. Most 3-2-re nyer a Nyíregyháza, és előnyből várhatja a visszavágót jövő héten kedden. Kedves nézők, ezzel búcsúzunk innen. Egy fantasztikus hangulatú és kimondottan jó mérkőzést láthattunk, amit azt gondolom sokszor fogunk még ismételni. Még egyszer a végeredmény, Nyíregyháza Spartakusz, DVSC Teva, 3-2. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.